2007-ben az iskola testi iskolai kapcsolatba lépett. Az erről szóló okmányt Avalén Nyarán, Péter évén, majd novemberben partnerben lépjük alá a nemzetségezett keretek között adó helyet. 2012 után egy időre szünetelhetünk a találkozunkat, támogatás hiány, majd 2016-ban a harkányoskor kezdeményezésére felújtunk. Tanáraink, igazgatóink már ismerősök is köszönhetik egymást. Számunkra meglepetés, hogy kik fognak érkezni a tanulók között. Nagyon várjuk már, hogy vidám, barátkozó társakkal ismerkedjünk meg, akikre sok szeretettel fogunk. Szeretnénk, hogy jól érezzétek magatokat Péterévért. Néhány szóban jellemezni magukat. Én 8. tanuló vagyok, osztályok a vidám, szórakozást kedvelő gyerekek járnak, akik mindig kaphatóak egy kis csípelésre, de azt hiszem, hogy ez a bemutatás fiatalabb iskolatársaink is érvényes. Természetesen tanulunk is versenyekről, szemlékről, ritkán lépünk vissza eredményekről. Mielőtt röviden ismertetném az előttük álló két nap programját, megkérem Stefanura Csabát, Kóbecse község oktatása, kultúrával és határozói kapcsolatokkal megbízott képviselőjét, adja át vendégeinknek Kóbecse információt. Véletlenszerűen 5 fős csapatokat fogunk kialakítani. 14:45-kor csapatnevek jelentése, játékszabályok ismertetése. 15:00-tól 16:45-ig ügyességi játékok versenye. 17:00-kor a szállás elfoglalása. 19:30-kor gyülekező az iskola torna termében, délután betérkedő eredmény hirdetésére, buli 21 óráig. Ezután távozás a vendéglátóhoz. Második nap, reggeli a házigazdáknál, 7:45-kor gyülekezni az iskolában csomagokkal együtt, 8:00 indulás Újvidékre, 15:30-kor érkezés Péternévére, búcsúszkodás indulás Balkányra. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, valamint kellemes időtöltést iskolánkban, faluban, országban. Tudom, hogy késésben vagyunk, és nem részben én vagyok az oka, de azért ennek nagyon kedves szavakra meglepetésre illik válaszolni, úgy érzem. Tisztelt képviselő úr, igazgató úr, kedves kollégák, kedves gyerekek! Ahogy hallottátok, éppen jubilomban, mert 10 éve köttetett a testvériskolai kapcsolat Harkányi Kitai Belpáltás iskola és a Péter Néva és Samu Mihály iskola között. Hát én akkor éppen Horváth Tamás kollégánk volt az igazgató, úgyhogy Berepka Feri bácsi és Horváth Tamás bácsi kötötték ezt az együttműködést, és örülünk, hogy most így mind a ketten itt vannak ezen a jeles alkalommal, és találkozhatunk. Én magam is már nagyon azt számolgattuk, hogy már 2004-ben jártam másügyben, először még néptáncosként. Péter Dévén is azóta sok-sok rendezvényen, Becsén is, meg Péter Dévén is megfordultunk. A harkányiak közül az idősebbek, már nem akik itt vannak, hanem fölöttetek végeztek, ők is megfordultak már. Péter Éve gyerekek is többször volt a harkányban, és reméljük, hogy ez a kapcsolat. Én most nem beszélek az iskoláról, mert akkor az ebédidő az elmegy, hogyha én elkezdek az iskolára beszélni. Köszönjük szépen ezt a nagyon kedves fogadtatást, örülünk, hogy itt lehetünk, és reméljük, hogy még 10 év után is, meg azután is, majd azok, akik utánunk jönnek, ők is folytatni fogják ezt a kapcsolatot. Köszönjük szépen, hogy érkeztek. Képviselő úr, kedves kollégáim, nagyon örülök, hogy idén is sor került erre a találkozóra. Tavaly két kellemes, nagyon szép napot töltöttünk a harkányiakkal, néhány itt a vendéglátók közül ott is voltak, emlékeznek ezekre az ott köttetett barátságokra. Hát reméljük, hogy idén tévénévén a harkányi gyerekek jól érzik magukat, mint a Józsi bácsi az igazgató úr elmondta, ők már azért a felnőttek, nem először vannak, lehet, hogy közvetlenül is jártak már gyerekek közül.
valami, hiszen hát a néptáncnak körül néptánc csoportok együttműködnek, nyáron is voltak Harkányi gyerekek. Itt is érdekesen fog eltelni, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, érezzétek jól magatokat, és hát én is megismétlen a diákkal, amelyik elmondják invitálását, úgyhogy következik az ebéd, és hát utána folytatjuk a délutáni programot. A tanulók ajándékait majd holnap fogjuk átadni, azért, hogy ne kelljen vinni, hozni vissza, majd amikor búcsúzódunk, akkor tudjuk átadni az ajándékait, jó? Ez a kapcsolatban sok-sok évig még maradja a fenntés, és szívem továbbra és gyümölcsöző gyert. Ennyi. Akkor én a Péter Évai gyerekeket megkérem, hogy így most mindenkit vázását egy bőt a szálltárembe, ott van megtelítve. Aki akar még toalettre menni, vagy kezet mosni, akkor igazi csábok útva, és akkor ebédelünk. 3:43-kor gyülekezünk a udvarban, jó?
Igen, osszuk föl a csapatokat, mindenki húzni fog egy számot. Valaki ide tartaná? Most baba? Hacsi? Hozd már ki a Hogy sikerül kirakni.
Esetleg írhatják is, hogy úgy egyszerűbb a dolgérőnök közülben. Szóval lesz, fölé vagy alá írhatja ezeket. A betűket. Nyugodtan az M azt már odaírhatod, az M fölé, vagy akárhova, oda is lehet. És akkor a J után mi következik, addig segítsünk. Ezt mondd hangosan. Igen. S után. T. Nem, még van valami. S. Rövid O után. Hosszú, igen. K. L. Aha. Szó. Nes. Majdnem. Igen. Akkor így most nem muszáj, esetleg ugye csak ellenőrzésképpen láthatjuk, hogy tovább is így működik. Tehát ez ugye az S, A, M, és akkor N, E, M, de ugye a következő, fáj, F, E, Ö, E, M, tehát ugye így van szavanként. Jó. Ezt ilyen hosszabbított pálcával le kellene minél életűen rajzolni, úgyhogy csak ezt az egy kezeteket válból használhatjátok. Azután lesz a tükörből való rajzolás, egy kör, ami nehéz, és egy kicsit könnyebb verzió. Az ötödik feladat pedig, hogy vizuális jeleket kell már jelképekről, tehát a szeretet jele, békejele, stb. Most beszéltek meg, hogy aki ügyesebb és jól tud rajzolni, akkor az vállalja a rajzolást, aki nem, akkor a jeleket. Én majd a tükörből. Jeleket kilehet. Ti? Hogy tükör? Jó. Én még a tükör. Meg én. A szeretet szerelmi a szívecske. És ja. A békejele pedig a... Peace, ja. Én nem tudok annyira rajzolni. De. De kicsit deformálhat lenni. Nem fél szerelmi. A halat hogy színezem? Én azt rajzolom, mert az könnyebb. Az kék lett mostanában. Hát figyelj, nem jelent. Én már ezt elszámítanak. De zúrva a választ. Kének a rizomhoz. És most ezt mit kell csinálni? Rajzolod a végig azon a vonalon. Követed a vonalat. Talán ő, de... De nem úgy rajzolod, ahogy látod, hanem ahogy tudod, hogy kell, hogy rajzold. Mert a tükör nem azt mutatja. Talán ő, ha a köröz nem lesz egyben tökéletes, nem jó csak egy ilyen köröz. Kísérlethez minimális anyagot használj egy kis kanálnyit, és mindig rázd meg.
lépcsőre, határban nyújt az anyaghoz. Megfigyeléseidet írd be a táladatba. Szigorúan tilos barmot is meg fogsz tolni. Kérlek után. Kísérlek után. Most kétcsőre. Tárgokból indul. Kétcső, anyag. Nézzétek, csináljátok. Amit veszünk. Jó. Jó. Kincső, melyik az első anyagok? Keményítő. Keményítő. Kezedben van már a kincső. Felmélyed? Sokban van lehet. Keményítő, melyikben van? Abba. Egy. Hanányi. Jó. Milyen színű? Felmélyed. Egy valaki meg írja. Más valaki írja. Egyik csinálja, másik írja. Mit kell hozzáadni? Vizet. 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 Milyen színű a víz? De ne érjen a csővel hozzá a falhoz, mert bepiszkolod aztán. Elég? Két ugye megvan? Még egy keveset. És rázod, 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 rázod. Nem. Gyorsan, 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 gyorsan. Feloldodod le. Hát, nem. Akkor te íjod. Mivel ebben még kell valamit csinálni, két vészbe osztod. Két vészbe osztod. Így jó, egyik felé beteszed, másik felé lesz itt elmeszállod, nyomdod. Itt van a jó. Kettő csepp. Gyere, szadjál egy cseppet, hogy van-e változás. Már nem fordítod ezt meg. Rázd össze elő. Van változás, akkor nem is kell még egy sem fölösleges. Milyen színű lett? Lila. Leteszed. Másik felé, ez alulra. Egyszer. Belenyomod az egészet. Jó. Összeállsz. Van-e változás? Hát fejérem neki fejére. Kifegéredett? Biztos? Ugyanolyan. Ugyanolyan. Ugyanolyan semmi. De ne segítsek. Na. Jó, következő. Ki csinálja? Jó, tessék. Szudamikor. Milyen színű? Fehér. Fehér. Vizet adok hozzá. Jó. Összevázok, amennyire csak lehet. Energikusabban. Na, föloldódott? Nem. Hova van még az alján akkor? Elkezdett. Elkezdett akkor? Akkor igen, akkor igen. Jó, megfelelszünk. Az egyik feléhez megy a jó. Javaslom, hogy ehhez a feléhez ott a jó. Na, bocsánat. Egy csepp, elég. Összegázol. Szín. Sárkan. Igen. Másik feléhez az ecetet. És még nem robbant. Összerázol is. Nem, nem is fog. Összerázol, kifelé osztod. Szukom, az feloldódik a vízbe, azt tudjuk. Mondom, felezed. Jó, szedi felébe megy a jót.
szerázad, milyen színű? Sárga. Sárga. Másik felébe megy a cece. Homáltozás. Kifehérdik. Fehérvedek? Vagy állhatszok. Szintelem ott eddig is. Nincs. És jön az ismeretlen anyag. Ki csinálja? Milyen színű? Milyen színű? Milyen színű? És fel van itt egy csapat, ugye? Igen. Szedjétek le, és jó, keverjétek össze, hogy a
Kettő, nagyon jó. Az eleje, a vége? Itt az eleje, és... Na, itt az eleje, és itt a vége. Biztos vagy? Próbálj csak húzni a... De ez így nem jó, mert ez úgy van, hogy ez... hogy nincs eleje, és nincs ezek a vonalak párhuzamosak? Igen. De párhuzamosak. Igen, nagyon jó. Ez mire hasonlít? Ló. Így meg oda nagy béka. Nagyon jó, ló és béka. Ez pedig hány állatot látom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van 8, de 6 is nagyon jó. Nem, hogy csak. Én csak 6-ot bírok. Látni valaki 8-et is nézem csak? Itt egy kígyó, vagy itt egy disznó. Kígyó, bár itt van 1 elefánt, 2 majom, 3 ló. Disznó, disznó. 4 ez a... Az már hány állat? 2 majom, 3 ló. 4 a kutya, 4 a kutya, 5 a kígyó, 6. Nézd meg, hogy itt van valami. Igen, jó, jó, a lányok is nézzék, jó. Ez pedig mi? Ez egy kacsarébos. Liba vagy a... Nagyon jó, ez pedig? Ez madár. Kacsa vagy? Nyúl? Nyúl, lássa valaki a nyúlat? Én látom. Látom. Jó. Ez pedig? Ez egy emberfej, nem? Aki nem. Vagy? Vagy egy kacsa, vagy ez egy nő, női arc, vagy egy férfi szaxofonista. Úgy van? Hasonlít? Igen. Ez egy? Jó, szerből írjam, nem találtam. Eszkimó vagy? Egy? Indián. Lássatok az eszkimó? Ja, igen. Itt van, föl van öltöző, és ez egy hó. Ez pedig? Két ember csókolt. Jó, vagy? Egy? Serlek. Nagyon jó. Ez pedig? Mozog? Igen, mozog. Aha, de így... Nem. Csak nem mozog. Mozgasd a fejet. Nem mozog. De nézd. És mit láttunk ezen? Sok ember. Hát. Gitározó. 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Meg egy nő. Ez öt vagy meg két idősebb ember, ugye? Bármát, hogy jó. Hát ennyi, köszönöm szépen, de gyorsabb.